Délelőtt járták be azt a területet a város önkormányzatának képviselői az AIV építőipari ZRT munkatársaival, műszaki ellenőrökkel, közüzemi szolgáltatók szakembereivel, ahová a multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok felépítését tervezik. Miután a szakemberek alkalmasnak találták a helyszínt, hivatalosan is átadták a kivitelező Záév építőipari ZRT számára. Holnapi naptól megkezdjük a felvonulási munkákat, ami azt jelenti itt a városlagok életében, hogy körbe lesz kerítve egy része ennek az építési területnek, úgyhogy a kutya sétáltatásra egy kicsit kisebb terület marad most az itt lakók számára. Januártól aztán a föld és alapozási munkálatok veszik kezdetüket. A projekt főmérnökének elmondása szerint a munkálatokat szeretnék úgy végezni, hogy ez a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon. Balog László polgármester hozzátette, ennek érdekében folyamatosan tájékoztatni fogják a keleti városrészben élőket. Természetesen az, az építkezés alatt lesznek nehézségek, ezt igyekszünk a lehető legteljesebben megosztani a nyilvánossággal, de az a 600 nap, az nem is olyan hosszú idő, én remélem, hogy most már ebbe a fázisba lépve az a 600 nap gyorsan elmúlik. A projekt főmérnöke híradónknak azt is elárulta, hogy igyekeznek minél több helyi vállalkozót bevonni a munkálatokba. A terület biztonságáért is például egy kanizsai cég felel majd.